Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket! Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Azonnali fizetésemelést követel az MSZP. Erről tartó sajtótájékoztató pénteken dr. Horváth József, a párt helyi elnöke, és Gőgös Zoltán, országos elnök helyettes. Elsőként erről számolom be Önöknek. Hölgyeim és Uraim! Ma nem lehet sikeres az az ország, ahol minden második ember sikertelen. Mondta ezt egyik kiváló magyar szociológus. Ez az egyik oka annak, hogy ma közel 600 ezer honfitársunk külföldön keresi a boldogulását. A második ok pedig, hogy itthon, ha dolgozik is valaki, nem tud belőle tisztességesen megélni. Ma Magyarországon 4 millió ember él létminimum alatt. A legutolsó KSH által kimutatott adat szerint ez az összeg 85 ezer forint per hó. A KSH ma nem számol létminimumot, de ettől még aki ez alatt a szint alatt van, vagy e körül, nagyon rosszul él. Jön a kormányzati propaganda, jól publikálható, a viszonylag alacsony 7% körüli munkanélkül ráta. De tudjuk, hogy ezt a számot nagyban javítja a közmunka. De akinek csak erre van lehetősége, a körülbelül nettó 53 ezer forintra ennyi bért keres havonta, ez nagyon kevés. A legnagyobb probléma azonban ott van, hogy a munkabérből a legtöbb ember egyszerűen nem tud megélni. Ajkát sok mindenben a jók között említik. Például a nemzeti össztermék 1%-a a városban képződik, közel 15 ezer munkahely van itt, ahol 31 ezeren élnek. Nem a munkahelyek hiánya van most jelenleg nálunk, hisz a munkanélküli ráta 2,8-3,2% között van, és jelenleg 3-400 fő operátor, szakmunkás, technikus és mérnök ember hiányzik a foglalkoztatási rendszerből a város vállalatainál. Ajkán is ugyanaz a gond, mint Magyarországon a legtöbb településen, hogy a bérek rendkívüli alacsonyak. A vállalkozások nagy részénél a többség jövedelme minimálbéren van, ami nettó 73.000-76.000 forint között mozog. És ez teljes munkaidős létszámnál van. De elmondhatjuk, hogy az egészségügyben, a szociális szférában nagyon rendkívül alacsony a többségnek a bére. Tehát nem csak Magyarországon, hanem Ajkán is tetten érhető a dolgozói szegénység. Ma már a fizetőképes kereslet hiánya a hazai fogyasztás és a szolgáltatások bővülésének a legnagyobb akadálya. Nincs elfogadható bér, de nincs munkaerő sem, hiszen aki nyelveket beszél, jól képzett, ennyi pénzért nem dolgozik itthon, főleg úgy, hogy tőlünk alig pár száz kilométerrel, a heti hazajárásokkal, kevesebb munkával az itteni jövedelem többszörösét lehet megkeresni. Itt az idő az azonnali fizetésemelésre Ajkán is. Ma már városunkban van olyan cég, aki felismerte ezt a problémát, és közel 20%-os bérfejlesztést hajtott végre a közelmúltban. Mivel nincs szabad munkaerő a környéken, a cégek egymástól csábítják el a munkaerőt. Ajkán most egy azonnali 20%-os munkabérfejlesztésre lenne szükség indításként, és természetesen a továbbiakban is emelni kellene a béréket. A 28.500 forintos minimálbér, a minimál nyugdíj, elnézést, a nettó 53.000 forintos közmunkásbér és a nettó 73-75.000 forintos nettó minimálbér, kihangsúlyozom, hogy nettó minimálbér, ami a létminimum alatt van, nem tartható sem Magyarországon, sem Ajkán. Ezért az MSZP egy azonnali 50.000 forintos minimál nyugdíjat, nettó 100.000 forintos minimálbért és a közszférában is 150.000 forint feletti jövedelmeket követel 2015-ben. Hölgyeim és Uraim, most átadom a szót Gőgös úrnak. Néhány gondolatot országos viszonylatban is világítson meg. Köszönöm szépen. Jól látható, hogy egy olyan városban, ahol gyakorlatilag nulla munkanélküliség, ez a szint, ami nem munkanélküliség, és milyen problémát okoz a fizetéseknek az alacsony szintje. És ugye a kormányzattól mi most két dolgot követelünk. Az egyik az a kiadás csökkentés, mármint nem a saját kiadásai, az egy külön sajtótájékoztatót megérne itt az újabb minisztérium kapcsán, hanem az embereket terhelő kiadások azonnali csökkentését. Ugyanis például az energiaszektorban
Teljesen nyilvánvaló, hogy most egy azonnali 20%-os energiaárcsökkenés lehetne, és most már nem csak az árképzés van a kormány nyelvében, hanem a működtető vállalkozások is. Tehát ez egy elkerülhetetlen történet, és nagyon galád dolog lesz, hogyha ezt nem teszik meg, mert akkor azt jelenti, hogy spájzolnak, és majd nyilván a választásokra koncentrálva próbálnak majd valamit. Ez az egyik. A másik. Évek óta mondjuk, hogy a magyar mezőgazdaságnak, de az egész agrár gazdaságnak az egyik óriási problémája a hatalmas áfa. Tehát az élelmiszer áfa nem tartható ezen a szinten, részben azért, mert a alacsony fizetések miatt az emberek egy része most már az alapvető élelmiszereket se tudja megvenni, a másik, hogy nem lehet megfogni a fekete gazdaságot ezen a területen. Tehát ez szintén egy kiadás csökkentő követelésünk. Ezzel kapcsolatban ismét be fogjuk nyújtani a parlamentnek azt a csomagot, ami egy abszolút precízen kidolgozott és nagyjából egy éven belül megtérülő élelmiszer áfa csökkentés jelentene. Nem csak egy tételnél, mint a sertés hús, hanem ugye nagyon sok, tehát konkrétan 5-6 egyéb közfogyasztás által leginkább érintett körbe. A másik, amiről a Jóska beszélt, a fizetésemelés. Ugye a kormánynak egy dolog azonnal a kezében van, ez a közféra. Mi azt mondjuk, hogy érdemi fizetésemelés a közférában az MSZP kormány alatt volt 2002-ben. Érdemi. Azóta voltak persze tódások, fordások, meg különböző életpályamodelleket jelentett be a kormány, viszont aminek a végrehajtását mindig odébb rakja. És nagyon galád módon kommunikál, mert beszél a pedagógusoknál egy 40%-os béremelés, fizetésemelésről, közben kiderül, hogy ez az arra az évre tervezett 20%-os emelésnek a 40%-a. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy valaki kapott 1000 forintot, valaki 5-öt, valaki meg semmit. Tehát ugye ez a probléma vele, hogy nem korrekt a kommunikáció, mert aki nem ebben a körben dolgozik, az azt hiszi, hogy hát ott miért reklamálnak, hiszen óriási jövedelmek vannak. Mi azt mondjuk, hogy a közszférába nem lehet diplomás ember nettó 200 ezer alatt. És ez a teljes közszférára igaz. Mindenkire. Aki a valamilyen módon a közszolgálja, az nagyjából 700 ezer emberből a diplomás alkalmazotti kör, és föl kell hozni az egyéb nem diplomás foglalkoztatottakat is legalább 150 ezer forintra. Ezt körülbelül, miután látjuk az átlagot, egy azonnali 50%-os fizetésemelés oldaná meg átlagosan. Látjuk, hogy a kormány próbál ebbe a témába, tehát már nem hatástalan, amit mondunk, mert ugye ezt most már kb. Egy hónapja kezdtük el, és annak apropóján, hogy a kormány bejelentette, hogy a felső vezetői kategóriába, az állami szektorba 5 millió forintra emeli a korábbi 2 milliós bérplafont. Tehát magyarul, hogy értsen mindenki, ez azt jelenti, hogy a posta vezérigazgatója pontosan 70-szer annyit fog keresni, mint a postás. Na most még úgy gondoljuk, ez nem normális. Tehát ez nem tartható. Nem összevethető a két foglalt munka, nyilván, de a világon ilyen sehol nincs. Tehát vannak különbségek, ezt nem is mondjuk, de nem ekkorák, és ezért követeljük azt, hogy ez nem lehet. Ugye a Jóska alapvetően a versenyszféráról beszélt. A közszféra mellett ez a másik terület. A versenyszférában a kormánynak az a lehetősége, hogy olyan szabályzás, meg olyan adórendszert csinál, amiben a vállalkozásokat terhelő adók nagy részét visszaveszi azért, hogy egyértelműen kikényszerítse a fizetések emelését. Nagyon sok cég a kormányzati bejelentések nélkül is meglépte ezt. Kiskereskedelmi vállalkozás nagyon nagy volumű fizetésemelést jelentett be, ami nyilván az egész szektort fogja majd húzni valahogy, de mi azt tartanánk korrektnek, hogyha az adópolitika úgy lenne, hogy az alacsony fizetési kategóriákat vagy nem terhelné egyáltalán adó, vagy pedig nagyon minimális adó terhelné csak. Tehát mi két oldalról gondoljuk ezt a fizetésügyet. Részben a közszféra, ami azonnali lépés, és meg lehet lépni, hiszen 3% körüli gazdasági növekedés egyértelműen fedezetet biztosít ennek a meglépésére. A másik, hogy a versenyszférában levő terheléseket pedig úgy kell megoldani, hogy a vállalkozásokat ne terhelje tovább mondjuk egy nagyon-nagyon intenzív, például nettó 100 000 forintos minimál béremelés. Az egyébként alulról tolja a többit is, tehát azt jelenti, hogy nyilván sokkal, de sokkal jobb fizetés kategóriák lesznek Magyarországon. Mi nagyon sokat konzultálunk az érdekképviseletekkel, ők ezzel egyetértenek. A világban ez mindenhol úgy zajlott le, ezelőtt 30-40 évvel a fejlett világban, akik most a minták nekünk, hogy közös fellépés volt a baloldali pártok, illetve a szakszervezetek együttműködéseként. Mi ezt a magunk részéről teljes felszélességgel fővállaljuk, és állítjuk,
hogy nem azért alacsonyak Magyarországon, például a versenyszférában a fizetések már nem elég hatékony a magyar munkaerő, hanem azért, mert nem tudja érvényesíteni a saját igazát. Részben a kormányzat irányába nem tudja érvényesíteni, az alacsonyabb terhelés, különadók eltörlés egyéb ügyébe, részben pedig a munkaadó és munkavállalói viszonylatban nem tudja érvényesíteni. Hát, hiszen a tőkének az a jellemzője, hogy mindig nyilván annyit hajlandó áldozni a saját hasznából, amennyit ki tudnak hajtani ebből. Úgyhogy semmi nem követelünk, ami reális. De azért mondjuk azt, hogy követelünk, és nem ajánlatot teszünk a társadalomnak, mert nincsenek még választások. Tehát nem fogja kibírni Magyarország 2018-ig, hogy ez a helyzet így maradjon, és mi úgy gondoljuk, hogy a kormánynak kötelesség ezen a területen, az nagyjából azt a 2-3 millió embert érintő ügybe érdemi lépéseket tenni, és nem is fogjuk ezt abba hagyni, minden rendelkezésre álló eszközt be fogunk vetni, hogy ez tovább menjen, és legyen ennek hatása. Hozzáteszem, részeredmények már vannak, hiszen jelentettek be bizonyos szektoroknál már várható fizetésemeléseket. Hát azt meg nyilván ki fogjuk provokálni, hogy ez meg is legyen, mert egyelőre csak ilyen eléggé ilyen felszínes bejelentéseket látunk. Nyilván annak hatására, hogy a társadalomban ez elkezdett pezsegni ez a történet.